A Jádi család a Cserhát utca 28-ba kerülve a kisebbik Jádi József Szabó Inas lett, kitanulta a mesterséget, és aztán önállósodva itt is nyitott műhelyt a családi házba. Miután feleségül vette a Szentkirály szabadjai származású Újmészáros Justinát. Ezen a Vitéz Mészáros képen kilátható. Ő ifjabb Jádi József, a legidősebb Jádi fiú, aki szabómester lett, úri szabó, és egyébként a 31-es Veszprémi Honvéd gyalog ezrednek volt a tagja. Ő az, aki a tanulóévei többek között Párizsban is töltötte, ez az ő útlevele. 1930-ban utazott ki. Édesapjától tanulta ő is, és öccse is a szabómesterség alapjait, de ő aztán tovább képezte magát külföldön. És amikor hazatért, akkor önállósodott, illetve eleinte még édesapjával és öcsével dolgozott egy műhelyben, és aztán tett külön szalont. Idősebb Jádi József, az ifjabb, ő pedig Jádi Ferenc. Ifjabb Jádi József, mint mondtam, Párizsból hazatérve, rövid idő után önállósodott, és Szabó műhelyét Bajcsi Zsilinszky utcába nyitotta meg, amely nem sokkal később eléggé kinőtte magát, és egy nagyon elismert szalonná vált. Jádi Ferenc is az öccse, miután Almádiból visszaköltözött Veszprémbe, egy pár évig még nála dolgozott, de egyébként az egyik leghíresebb, legnagyobb presztízsű úri szabóság volt Veszprémben. 14 segéddel dolgoztak, a háború után is még igen nagy megrendeléseket kaptak. Nem csak magánszemélyek készítették náluk öltönyüket, különböző díszruháikat, hanem nagy állami megrendeléseket is kaptak többek között egyenruhákra, vasúti postás egyenruhákra. Ezek több ezres tételek voltak, és mindegyiket ugye egyéni méretvétellel kellett elkészíteni. 14 segédjük volt, az azt jelenti, hogy mindenkinek ugye külön gépe. És hát nyilván lehet, hogy még bővült aztán később ez a létszám, ifjabb Jádi József már idős korába. Ez a kép Balaton-Almádiban készült, ahol az Öreghegyen volt a családi nyaraló. Ugye a Jádiaknak is, mint több veszprémi polgárcsaládnak volt nyaralója, villája Almádiban. Eleinte pihenésre, kikapcsolódásra, családi összejövetelek helyszíneként szolgált az épület és az udvar, később pedig lakóhely is lett. Későbbiekben még nagy szerepet játszott Almádi a család életében, ugyanis idősebb Jádi József és felesége is oda költözött a Cserhát bontása után. A középső fiúk Jádi Ferenc pedig ott nyitott a főtéren, Almádiban a főtéren szabó műhelyt, és ott dolgozott pár évig. A család másik szabómestere ugye Jádi Ferenc, miután Almádiban működtette műhelyét, visszajött Veszprémbe, ott a testvérével dolgozott, és ekkor a Köd utcában telepedett le, ami ugye szintén a Cserhát része, és a bontásig lakott családjával ebben a házban. És az érdekes az, hogy az ő unokája, Édes Gyuláné Kardos Éva, ma szintén ugyanezen a telken, ma már új házban lakik családjával. A Jádi család tagjai közül többen ma is Veszprémben, azon belül a Cserháton élnek, és nagyon büszkén ápolják családjuk múltját, hagyományait, ki családtörténeti, helytörténeti adatok összegyűjtésével, ki pedig a zenéléssel.